Egészségnapot rendeztek Csornán. Dr. Vinicai Zoltán igazgató elmondta, a nap folyamán különböző szűrővizsgálatokon és előadásokon vehettek részt az érdeklődők. Gyakorlatilag az itteni lelkesedés hozta létre, és nyilván az önkormányzattól kértük a segítséget, és szponzorálja is az önkormányzat ezt a rendezvényt. Időközben kiderült, hogy a nőegylet is csatlakozott hozzánk, ők szintén szponzori pénzt kaptak az önkormányzattól, így az összegyűlt összegből már azért egy normál rendezvényt tudunk létrehozni. Gyakorlatilag megegyezik ez a Richter által meghirdetett gyógyítóvárosok rendezvényel. Annyival van még kiegészítve, hogy az egészséggel foglalkozó helyi kereskedők vagy a halláscentrum itt szintén szerepel, tehát egy kicsit azért egészségügyi vásár is, egy kicsit nyilván a rendelő bemutatása és megismertetése azokkal, akik olyan szerencsések, hogy nem kellett még itt járniuk, de mindenképpen vigyázniuk kell az egészségére. Mi úgy gondoljuk, hogy ebből egy hagyományt fogunk csinálni. Minden évben ilyenkor, ilyen tájt, egy szombat délelőtt rendelkezésre állunk azoknak, akik sokat dolgoznak, akik nem érnek rá, de mégis szeretnének törődni az egészségükkel, vagy egyszerűen szeretnének együtt lenni velünk. Milyen szűréseken vehetnek részt az látogatók? Hát a nagy klasszikus szűrések, ugye a koleszterin, a prostata rák szűrés, a vércukorszűrés mellett ugye nyilván az érrugalmasság szűrést, a Bokakarindex vizsgálatot ugye saját berendezésünkkel végezzük, neuropátiás szűrés, emlékezetzavarok szűrése lesz, allergia szűrés ugyanabban a rendelőben, tehát ennek az is az egyik előnye, hogy rendelői körülmények vannak azért a háttérben, nem sátor, nem bucél, hanem megfelelő helyre kerül. Ami a másik nagy előnye az egésznek, hogy végül is feljegyzés készül az itt létről, tehát bármikor, hogyha beteszi a lábát hozzánk egy beteg, már tudjuk, hogy kiszűrtük, ezt találtuk, vagy még semmit nem találtunk, de most már panasza van. Tehát ennek következményei inkább direkt visszacsatolásban vannak, mint egy szokványos egészségnapnak. Egy kicsit azért az időskori problémákra fókuszálunk, lévén ez a környék azért legalábbis falu szinten demográfiailag olyan helyzetben egyre több az idős, nyilván ez egy általános európai jelenség, de ezen belül vidéken még inkább így van. Tehát többet foglalkozunk a csontritkulással, a mozgásszervi panaszokkal, jó magam az egyensúlyzavarokkal, illetve a stabilitással, a járás megtartásával foglalkozom. Tehát elsősorban fókuszálunk az időskori problémák megelőzésére és kezelésére. Dr. Karcag Margit, a nőegylet elnöke felhívta a figyelmet, több mint két évtizede rendezik meg az egészségnapot Csornán. A Csornai Nőegylet szervezésében ez a 21. egészségnap, amit szervezünk. Az elmúlt évtizedekben nagyon jó rendezvényeink voltak, szűrésekkel, előadásokkal, nagy nevek is voltak, rengeteg újfajta szűrést is a mi kezdeményezésünk, tehát itt volt először az egészségnapon. Az idei évben a kórház is elkezdett szervezni önállóan egy egészségnapot szűrésekkel, és mi is. Aztán úgy döntöttünk, hogy jobb, ha ezt a kettőt összetesszük, és a kettőből egy nagyobb rendezvény lesz, és hát úgy látszik, hogy talán sikerül. Miért fontos egy ilyen egészségnap? A nőegylet célkitűzései között, mikor megalakultunk, az alapítókiratban szerepel a karitatív tevékenység mellett az egészség megőrzés, a betegség megelőzés. Hát ez nagyon fontos, ahogy az igazgató úr is mondta, az egészség a legnagyobb értéke az embernek, tehát ebben szerettünk volna, szeretnénk segíteni az embereknek, a szűrés nagyon fontos.
mert ezzel esetleg olyan betegségekre hívják itt fel a kórházi dolgozók a figyelmet, amire még esetleg nem is gondolnak, és ilyenkor lehet a leghatékonyabban gyógyítani a betegségeket. Milyen olyan szűrést emelnek ki, ami máskor nehézkesen elérhető, és itt mégis egy helyen mindent el lehet érni? Hát úgy gondolom, hogy mondjuk vércukor, koleszterin, vérnyomás, ilyesmi azért már elérhető, bár ha egy helyen van, akkor igénybe veszik azt is, ami viszonylag könnyedén elérhető. De említeném a férfiakat, minden évben, ahányszor megkérdeztek, kiemeltem, hogy a férfiakat nagyon nehéz megmozdítani bármire is, ami az egészségükkel kapcsolatos, különösen a középkorúakon, és a prostata szűrés az egyik nagyon jó dolog, ami itt elérhető egy csepp vérből. Felhívják a figyelmet, hogy van-e probléma, vagy nincs. És hát most sajnos, ahogy öregszik a társadalom, nagyon fontos, hogy időben észre vehető legyen a memóriazavar, az Alzheimer-kor, a depresszió, és ezekre is van most szűrés, alvási apnoéra, allergia szűrés, ami az elmúlt években nem volt, ez egy drága szűrés, tehát minden évben ezt nem lehet elvégeztetni. Ezek lennének jó előadásaink is lesznek. Dr. Ruzsicska Tibor az egészséges táplálkozásra hívta fel a figyelmet. A főorvos elmondta, a gyors éttermeket messziről kerüljük el. Hát tulajdonképpen egy aktuális téma a táplálkozási különböző behatásoknak a megjelenése a nőgyógyászati szülészeti kórképekben. Tehát az úgynevezett metabolikus szindróma és ezeknek döntően sajnos a kóros hatásai. Hogyan lehet ezt megelőzni, és hogyan lehet ezt észrevenni? Általában a riporteri kérdés ez szokott lenni, hogy lehet megelőzni. Én most plagizálnék, mert két hete voltam egy előadáson, ahol egy professzortól is ezt megkérdezték, és azt mondta, hogy nagyon nehéz ezt megmondani, de egy tanácsa van, hogy gyors éttermeket messziről kerüljék el. Hát döntően itt, hogy a táplálkozásról van szó, tehát az anyagcsere folyamatoknak a befolyásolása tulajdonképpen a táplálkozás, és ez nagyon nehéz megmondani. Tudnélik, annyira szerteágazó az alapanyagoknak az eredete és a előkészítési módja, hogy finoman fogalmazzak, hogy igen-igen nehéz hozzájutni olyan alapanyagokhoz, amik nincsenek kezelve, esetleg kóros anyagokkal tuningolva, hogy eladhatóak legyenek. Dr. Martos János reumatológus is tartott előadást az egészségnapon. A szakorvos felhívta a figyelmet, a csontritkulás sokáig lappangó formában alakul ki. A mai kórházi egészségnap alkalmából a csontritkulás témakörében tartottam egy előadást, csontritkulás és életmód címmel. A csontritkulás két szempontból fontos, egyrészt mert népbetegség, másrészt pedig némakórnak is hívják, mert nagyon sokáig lappangó formában alakul ki, sokszor csak akkor észreljük, amikor már bekövetkezett a csonttörés ennek következtében. A hallgatóságnak, akik szép számmal voltak, a csontritkulás felismeréséről, terápiáról mondtam egy pár szót, különös tekintettel arra, hogy mely jegyek azok, amelyek fölkeltik a figyelmet a csontritkulásra, másrészt pedig, hogy milyen életmódi eljárásokkal tudjuk megelőzni a nagyobb baj kialakulását. Ezek elsősorban a friss levegő, napfény, kalciumdús étrend, táplálkozási faktorok, az akadálymentes környezet kialakulása, odafigyelés a közlekedésünk során, csúszós úton, lépcsőn, segédeszközökkel való közlekedés fontosságára hívtam fel a figyelmet. Hogyan lehet időben észrevenni az ilyen betegséget? A csontritkulásnak vannak testi jegyei. Elsősorban a nők esetében, nők veszélyeztetettek ezzel kapcsolatosan a változókor utáni időszakban. A testi jegyek elsősorban
a testmagasság csökkenése, a tartás megváltozása, a háti görbület fokozódása, a has elődomborodása. Ezek alapján kell elsősorban gondolni csonttitkolásra, és ehhez társulhatnak bizonyos fájdalmak, elsősorban a gerinc csonttitkolás esetén tompahúzó jellegű fájdalmak alakulhatnak ki. Nagyon sokféle gyógyszer van a csonttitkolás kezelésére, ezek közül leggyakrabban használtak úgynevezett biszfoszfonát készítmények, ezekből rendelkezésre áll heti egy tablettás, havi egy tablettás gyógyszerforma, injekciós, vénás injekciós, bőr alatti injekciós és infúziós terápia is. Utóbbit évente csak egy alkalommal kell alkalmazni, és hosszú távú hatása van. Fontos az, hogy ezeket a gyógyszereket mindig egészítsük ki kalcium és D-vitamin pótlással, mert anélkül a hatásuk kétséges. Fontos a csonttitkolás szűrése. Erre vizsgálati metódusán rendelkezés, a DEXA vizsgálat, ami csornán is elérhető, csornaiaknak is elérhető Sopronban, illetve Győrben, és korrekt képet ad a csontozatunk állapotáról, és a terápia megválasztása ennek függvényében az orvos feladata. De mindenképpen fontos az életmódi utasítások betartása, amit az előbb említettem. Dr. Unger Erika az alvás apnoeáról tartotta leadást. Szakorvos felhívta a figyelmet, a betegség egy potenciálisan súlyos alvászavar, amely során a légzés alvás közben időről időre abba marad. Az alvás alatti légzészavarokról beszéltem. Ennek az az apropója, hogy akinek alvási apnoéja van, ez lassan, illetve most már kizáró ok ahhoz, hogy jogosítványa legyen valakinek, tehát akinek egy ilyen betegsége van, azt kezelni kell. Nagyon sokan ezt még nem ismerik, és egy ártalmatlan horkolásra gondolnak. Ennek a fő tünetei a horkolás, nappali aluszékonyság, fáradékonyság. Aki ilyen tüneteket tapasztal magán, azokat várjuk egy szűrővizsgálatra. Ennek van kezelési lehetősége, és most már a jogosítvány érvényesítéséhez ezt elvárják, hogy ne legyen valakinek ilyen betegsége, illetve ezt kezelni tudják, illetve kezelve legyen. Nálunk kérdőíveket lehet kitölteni, akinél ez a kérdőív a gyanús tartományt mutatja, azoknál elvégezzük a szűrővizsgálatot, és akkor a további kivizsgálás az Budapesten zajlik, illetve a kezelés is egy készülékkel történik, amit Budapesten tudnak a alvás centrumban felírni. Milyen problémákat okozhat egy ilyen betegség? Hogy ez a nappali aluszékonyság azzal járhat, hogy elalszik valaki munka közben, nem tudja elvégezni a munkáját, illetve autóvezetés közben, ha elalszik, az ugye nagyon sok balesethez vezethet, és mostanában a sajtó is ezzel nagyon sokat foglalkozik, hogy sokan vannak, akik ilyen betegséggel vezetnek, és ebből a betegségek nagyon nagy a balesetek nagyon nagy százaléka ebből adódik. Milyen kezeléssel lehet ezt gyógyítani, esetleg jobbá tenni az embereknek az életét? Vannak bizonyos, tehát különböző szűrővizsgálatok vannak, el kell menni gégészetre, laborvizsgálatok, tehát hogyha ezekben valami kóros, akkor azt a betegséget kezeljük. Valamikor ezt műtétileg, valami gégészeti, anatómiai problémát meg lehet oldani, illetve van egy készülék, ami tulajdonképpen az a lényege, hogy nyitva tartja légutakat éjszaka, ezzel megszünteti a horkolást, megszünteti azt, hogy az agy nem jut megfelelő oxigénhez, tehát nyugodtabb alvás biztosít, és ezáltal megszűnik a nappali fáradékonyság. Horváth Viktória gyógytornász a Neglect-szindrómáról tartott előadást. A szakember elmondta, a beteg csak a körülötte lévő tér vagy események bal vagy jobb tér felét érzékeli. Jó, az előadásom témája Neglect-szindróma volt, mely egy sokak számára ismeretlen betegség, és ezért is szeretném egyrészt a figyelmet felhívni rá, illetve a kutatásomat a mesterképzés alatt ebből csináltam. A betegség lényege, hogy az adott személy a test felét vagy térfelét tévesen érzékeli, vagy nem is érzékeli, ezért gyakran olyan tünetek fordulnak elő, hogy neki megy az ajtófélfának, az étel felé teszi meg például a tányérról, úgyhogy azt hiszi, hogy az egészet, illetve a rajzaikon is látszódik, hogy csak félig egészíti ki. Ez legtöbbször agysérülés következtében alakul ki, például agyinfarktus,
traumás agysérülés vagy tumor esetén is előfordulhat. Nagyon fontos a diagnózis, nehéz felállítani, sok mindennel össze lehet keverni a diagnózist, ezért nagyon fontos, hogy többféle szakember vizsgálja, alapvetően a neurológus és a neuropszichológus foglalkozik, vagy diagnosztizálja ezt a betegséget, és a nagyon fontos utána a komplex rehabilitáció, mely annak a lényege, hogy többféle szakterület együttes munkája által valósul meg a terápia, a rehabilitáció, legfőképpen a neuropszichológus, gyógytornász, ergoterapeuta, fizikoterápiás asszisztensek végzik a rehabilitációt. A terápia lényege, hogy megtanulja a beteg odafigyelni az elhanyagolt térfélre, és ezáltal javulni tudnak a mindennapi funkciók, jobban tudja a mindennapi tevékenységeket végezni. Tehát összességében nagyon fontos, hogy észrevegyük ezt a betegséget, ha hozzátartozóinknál észleljük, akkor forduljunk szakemberhez, illetve mindenképp türelmesen álljunk ezekhez a betegekhez, mert ők nem tudatosan csinálják, és türelmesnek kell lenni velük szemben, mind a hozzátartozóknak, mind az egészségügyi szakembereknek. Erdélyné Orbán Gyöngy ápolási igazgató felhívta a figyelmet, egy életen át fontos az egészség megőrzése. Az évente megrendezésre kerülő egészségnapok ehhez nyújtanak segítséget. Igen, az előadásom címe, hogy egészségtudatosan élni egy életen át. Ez egy nagyon tág fogalom, ez való igaz. Az előadásomnak a célja az, elsősorban egy-két száraz statisztikát szeretnék benne bemutatni, a vezető halálokokat, a megbetegedési rátát, a férfi-női arányt, illetve kihangsúlyozni azt az egyének a felelősségét az egészség megőrzésben, abban, hogy egy életen át egészséges életet teljébe lévő életet éljen. Ebben ugye nagyon nagy szerepe van az életmódnak, körülbelül 50% a statisztikai adatok szerint, és a személyiségfejlődés a születéstől egészen a halálig, a időskorig egy személyiségfejlődésen megyünk keresztül, és egy folyton változó világban élünk, a személyiségünk is érik, változik, és elemezve az egészség fogalmát, ami több, messze több, mint a betegség hiánya. Ezt szeretném bemutatni, és egy gondolkodás indítótnak szánom az előadást, hogy hogy tudjuk ezt megőrizni, és mit tudunk tenni ennek érdekébe végig a kisgyermekkortól egészen az időskorig az egészségünk érdekébe, és hogy a változó világba hogy tudunk ehhez alkalmazkodni, és hogy tudjuk magunkat egészségesnek mondani, nem csupán az, hogy beteg vagyok, vagy egészséges vagyok. És szeretném kihangsúlyozni még az előadásban, ez a sokat bírált egészségügyi rendszer, igen, annak is nagy hányada van abban, hogy az egészségünket megőrizzük, de messze kevesebb, mint ahogy azt sokan gondolják. Tehát egyértelműen az egyén felelősségét szeretném kihangsúlyozni, és hogy mennyire legyünk tudatosak, mennyire legyünk határozottak ebben, hogy az egészségünket megőrizzük. Mindenképpen ehhez tudni kell, tisztába kell lenni az egészség fogalmával, és mindenképpen az önismeret a legeslegfontosabb, hogy tudjam, hogy ki vagyok én, milyen magatartási tulajdonságokkal rendelkezem, a tudatosság és az értékközvetítés. Horváth Lajosné a Csorna Egészségnapon szerzett tapasztalatairól beszélt. Hát jöttem, mert kíváncsi vagyok minden egészségügyi, hát fontos dolognak tartom. És most voltam a bőrgyógyászaton, úgyhogy rendben van minden, most nyugodtan hazamegyek. Dr. Vinicai Zoltán igazgató főorvos elmondta, életünk utolsó szakaszán nagyon fontos a járóképesség és az egyensúly megtartása. Egy kicsit viccesen alcímnek a Maradj talpon című címet adtam. Tulajdonképpen, ha jól végig gondoljuk az életünket, akkor az utolsó szakaszában szinte a legfontosabb az, hogy a járóképességünket és az egyensúlyunkat megtartjuk. Az egyensúlyvesztésből idős embereknél nagyon gyakran nagyon súlyos balesetek következhetnek be, hogyha még vérhigítót vagy véralvadásgátlót szed valaki, akkor ennek nagyon súlyos
következményei lehetnek. Tehát az egyensúly megtartásának a jelentősége az rendkívül nagy. Nem hiába mondják ugye faluhelyen és az emberről, hogy még talpon van, tehát valóban aki még elmegy a boltba, aki még ellátja magát, annak elsősorban alapszükséglete az, hogy a járásképességét ne veszítse el. A járásképesség megtartásának viszont megvannak azok a megelőzési és gyógyítási módszerei, amit érdemes igénybe venni, amivel nagyon kell foglalkozni, mert amikor már késő, akkor tényleg késő. Tehát ha egy idős ember egy héten belül kétszer vagy háromszor elesik, az annak már kórházban a helye. Nagyon megtisztelő egyszer a részvétel magas száma is, bár még a kezdetén vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a végén azért a megszámolt jelentkezők száma is tekintélyes lesz, de ez a rendezvény szponzorálás nélkül nem jöhetett volna létre. Főszponzorunk az önkormányzat, és még számos más vállalat megszponzorált minket. Ez nem a reklám helye, mert én úgy gondolom, hogy ha látják, hogy jó cél érdekében gyűjtünk, és időbe kezdjük el a gyűjtést, jövőre is hasonló lelkesedéssel fognak adományozni, és mi ezt most is köszönjük, és előre köszönjük a jövőben is.